Gumit sajtol a gép a Contitech nyíregyházi gyárában, autóabroncsokat is gyártanak az üzemben, most új tervük is van, hűtő-fűtő csöveket is készítenének, ehhez kapcsolódik létszámbővítésük. Ebben az évben várhatóan 150-200 fővel fogunk bővülni, attól függően, hogy milyen termékgyártását kezdjük meg az idei évben, és ez a létszámbővülés 2018-ra elérheti a 600 főt is. A pozícióink, amik ebben az évben meghirdetésre kerülnek szellemi területen, HRS, mérnöki, logisztika, beszerzés, kontroller, illetve karbantartási területen keresünk munkatársakat, a fizikai területen karbantartókat, a termelés területére szeretnénk szakképzett munkaerőt alkalmazni, de természetesen ez betanított munka, tehát bármilyen szakképzettségű emberek ezt bizonyos idő után be tudják majd tanulni. A 35 perc hétfői adásában Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, a következő években akár 3000 új munkahely is létesülhet a városban. És az egyik a Legónak a nagy beruházása, ami azt jelenti, hogy a mostani több mint 120 ezer négyzetméter ingatlan 250 ezerre fejlődik, tehát megduplázódik, és ez 1600 munkahelyet jelent legalább. De biztos vagyunk benne, hogy többet, hiszen ez a beszállítói kört is érinti. Ez a legnagyobb. A másik, amit a Contitech jelentett be, ugye ezek a kormányok kötött megállapodás egyedi támogatást élveznek, történt, az egy 660 munkahelyet jelent, tehát csak ez a kettő már ugye 2200 munkahely, de biztos vagyok benne, hogy a 3000 fölött lesz a 2020-ig, a következő években az új munkahelyek száma. Fejleszt a megyeszékhely legnagyobb gyára, a Legó is. Tavaly 25%-kal nőttek a cégcsoport bevételei, 100 millió gyermek játszott termékeikkel világszerte. Ezeken a felvételeken a processing, azaz a feldolgozási épület építése látható, a munkálatok már javában tartanak, a Legó duplájára bővíti nyíregyházi gyárát. Mivel minden duplázódik, így a munkakörök is gyakorlatilag tükröződnek, ami azt jelenti, hogy az irodai munkaköröktől kezdve a mérnöki pozíciókon át egészen a termelésben dolgozó fizikai munkatársakig minden munkakörben lesz szükség új dolgozókra. Ezen az üres területen a szürke fröccsöntő épület mását fogják majd megépíteni. A kommunikációs konzultáns azt is elmondta televíziónknak, országosan keresnek majd munkatársakat, mert vannak olyan ágazatok, amelyekre helyben nem találnának megfelelően képzett szakembereket. Vannak olyan speciális munkaköreink, ahová jól képzett szakembereket várunk, akiket igazából országosan keresünk már, mert hogy elég kis számban felelhetők a munkaerőpiacon. A legós fejlesztés várhatóan 2018 végére fejeződik be, így akkorra összesen 1600 új munkahely betöltésére keres majd embereket a cég.